Folytassuk a képviselőtestület ülését. A 12-es sorszámú napirendünket tárgyaljuk. Előterjesztés a nagyatádi középfokú közoktatási intézményeket érintő döntésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítására. Ez az előterjesztésünknek a címe. És készítettünk egy olyan információs anyagot, ami a közeli napokban történt érdemi döntéseket mutatja be. Tulajdonképpen látjátok azt, hogy egy kormányhatározat született, kormányrendelet született, ami alapvetően meghatározza azt, hogy a középfokú köznevelési intézmények fenntartói hogyan változnak, tehát mely intézmények melyik fenntartóhoz kerülnek. Itt ugye alapvetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Klebersberg intézményfenntartó központ és a Nemzetgazdasági Minisztérium az, amelyek fenntartóként vannak jelen. És hát itt kezdődik az a nagyon fontos dolog és téma, ami miatt erről a témáról, erről a kérdéskörről másodszor tárgyal már a képviselőtestület, és elmúlt hónapokban jó néhány alkalommal foglalkoztunk vele. Miről is van szó tulajdonképpen? Hosszabban fogok beszélni azért, mert én azt gondolom, hogy egy a városunk jelene és jövője szempontjából nagyon fontos témáról van szó, de nem csak a nagyatádiakat, hanem a térségünkben, a járásunkban élőket is érinti. Nagyatád város egy olyan kérdésköréről, témaköréről van szó, mint középfokú képzés, ami nem csak közvetlenül az iskolák, az iskolának a tevékenységét érinti, hanem kihatással van az egész városra, Nagyatád potenciális lehetőségeire, és hangsúlyozom, a jövő szempontjából is fontos ez. Jó néhány átalakulást, átalakítást és változtatást végigéltünk már, és tevékenyen közreműködtünk ezekben. Pontosan mindig megtalálta önkormányzatunk azt a szerepét, azt a helyét, amit a törvényi előírások, változások szerint meg kellett, hogy tegyem. Így volt ez a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételekor is. Mi partnerek voltunk abban, hogy ez minél zökkenőmentesebben megvalósuljon. Most egy másik alapvető változásnak vagyunk a részesei. Magyarországon a középfokú oktatásban résztvevő intézmények fenntartóinak újra szabályozása történik. Ennek a célja az az, hogy azok a középfokú köznevelési intézmények, amelyek szakirányú, szakmai képzést folytatnak, azok a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába irányítása alá kerüljenek. Az egésznek a megalapozása az az, hogy a szakirányú képzést folytató középfokú intézményeknek az a feladata, hogy a gazdaság számára a szakembereket képezze és biztosítsa, és ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium tudja leginkább, és az ő irányítása, fenntartása alatt ez célirányosan megvalósulhat. Ez azért fontos szempont, mert amikor ugye ez az elhatározás, ez a politikai döntés megszületett, akkor nyilvánvalóan azonnal kerestük azt, hogy hogyan érint ez bennünket. És ennek a feltételrendszerével is foglalkoztunk, és meg akartuk ismerni, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium e feladat a szakirányú képzést folytató középfokú tanintézetek fenntartása és irányítása kapcsán ezt a feladatot akarja megvalósítani, ezt a célt akarja szolgálni a tevékenységével.
Megismerhettük a Nemzetgazdasági Minisztérium erre vonatkozó alapvetését, amiben kifejezetten, ez egy 3,5 oldalas dokumentum, amiben kifejezetten rögzíti, hogy hogyan akar megfelelni annak, hogy szakirányú képzést végző iskolákat tart fent, működtet, irányít. Markánsan és egyértelműen kifejezetten ezt a szakirányú képzést akarja megvalósítani. Ez az átalakítás több száz magyarországi iskolát érint, közöttük a nagyatádi középfokú tanintézeteket is. Ugye az egyik a szakképzőiskola, a másik pedig a nagyatádi Ady Endre gimnázium és szakközépiskola. A dilemma az az, hogy mivel a nagyatádi Ady Endre gimnázium és szakközépiskola vegyes profilú, gimnáziumi képzést is és szakközépiskolai képzést is végez, vajon ebben az átalakítási folyamatban milyen szerepköre lesz, milyen fenntartásba kerül? Ez egy valódi dilemma, valódi kérdés, ezért foglalkoztunk vele az elmúlt hónapokban. A szakbizottságunk, a Humán Szolgáltatások Bizottsága is, és a képviselőtestület is tárgyalta ezt a kérdést. Abból a szempontból közelítettük meg, hogy mivel a változtatás iránya a szakképzés struktúrájának, fenntartásának a megváltoztatása, megerősítése, mivel ez a célkitűzés, ezért eközben ne sérüljön az iskolában meglévő gimnáziumi képzés. Teljesen világos és egyértelmű határozatot hozott a képviselőtestület március 26-án, amiben kinyilvánítottuk és egyértelművé tettük azt, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, hogy Nagyatádon gimnáziumi képzés, gimnáziumi iskola, gimnáziumként működő iskola legyen. Kevés információt kaptunk az előkészítő munkákról, de a célkitűzések és ennek a struktúrának a körvonalazódása jelezte, hogy markáns változás várható. Megkerestem a képviselőtestület megbízása alapján a határozatunk megküldésével és egy részletes indokolás elkészítésével úgy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint pedig a Nemzetgazdasági Minisztérium a területen illetékes államtitkárait és helyettes államtitkárait, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnökét és a témában illetékes elnök helyettesét, a járási tankerület igazgatóját és az országgyűlési képviselőnket, valamint a két érintett iskola igazgatójának is megküldtem azt a dokumentumot, amiben az álláspontunkat, szempontjainkat leírjuk, és azt a kérésünket írjuk le, hogy ezeket a szempontokat vegyék figyelembe akkor, amikor kialakítják az intézmények besorolását. A kormányhatározat, ami itt van előttetek, mindig kormányhatározatot mondok, kormányrendelet, 120/2015, május 21-én kelt kormányrendelet, megmondja azt, hogy Magyarországon mely intézmény fenntartója ki lesz. Négy csoportba sorolja a magyarországi érintett iskolákat. Az egyes mellékletben, az egyes csoportba kerültek azok, amelyek a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába lesznek, és ide került besorolásra a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola és a József Attila Kollégium. A kettes csoportba kerültek azok, akik maradnak a KLIK, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába, köztük természetesen
gimnázium és szakközépiskola típusú vegyes intézmények is. Ezekből a táblázatokból látjátok. A hármas csoport számunkra nem releváns, tehát nem érint bennünket. A négyesbe pedig azok kerültek, ahol ilyen egyértelműen, hogy vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagy a Klik, a fenntartó, azok kerültek, tehát négyes csoportban pedig azok az intézmények kerültek, amelyeknél egy közös együttműködés alapján történik az adott intézmény fenntartása, irányítása, megosztva esetleg, azért, mert valami miatt ezt az egyértelmű elhatárolást nem lehet megvalósítani. Ugye, amit elmondtam, abból az látszik, hogy egyértelműen a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került besorolásra a gimnázium és szakközépiskola itt Nagyatádon, annak ellenére, hogy a iskola tevékenységében 75% gimnáziumi tevékenység van, úgy az osztálycsoportok számát, mint pedig a tanulók számát tekintve. Ellentmondásosnak tartom ezt, hogyha szakirányú képzést tart fenn, irányít a Nemzetgazdasági Minisztérium, akkor vajon miért került oda ez az iskolatípus, vagy ez az iskola, a mi iskolánk, ahol tulajdonképpen ennek ellenkező tartalmú képzési struktúra alakult ki. Fölmerül a kérdés, hogy miért probléma ez. Azért, mert nem látszik annak a garanciája, hogyha az a cél, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium szakirányú képzést végző iskolákat irányítson és tartson fenn, akkor vajon miért tartana fenn és működtetne gimnáziumot? Ez a kérdés, ez a dilemma. Mi az oka ennek? Van egy másik megközelítés, és ezek a táblázatok ezt ékesen bizonyítják, hogy azok az iskolák, amelyek a szakmai eljárások, a szakmai szempontok az adatok szerint kerültek besorolásra, és például olyanok, mint a nagyatádi középiskolánk, azok a kliknél maradtak. Tehát, hogyha a szakmai eljárás működik, és nem történik semmi, nem történik beavatkozás, akkor a nagyatádi Ady Endre gimnázium és szakközépiskola, vagy a kettes csoportba a klik fenntartású intézmények közé került volna, vagy esetleg a négyesbe egy közös fenntartásba. Az a kérdés, hogy miért alakult ez így, hogyha ennek tárgyszerű, szakmai, objektív okai nem voltak, akkor nyilvánvalóan más szempont vagy szempontok érvényesítése valósult meg. Ez a más szempont vagy megközelítés nem ismert számunkra, de nyilvánvaló, hogyha eltér attól a folyamattól, amiről beszéltem, akkor ez egyedi lehet. Nekem az a véleményem, hogy egyedi, szubjektív elemekre épülő döntések nem tartósak, nem lehetnek tartósak. Nem jelentenek garanciát, még középtávon sem arra, hogy működőképesek az ilyen jellegű döntések, és ezért van az, hogy ma is azt javasoltam, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, érdemben foglalkozzunk vele, mert indokolatlannak látom azt, hogy egy ilyen besorolás szülessen. Van egy képviselőtestületi határozatunk a gimnáziumi képzésre vonatkozóan, van egy javaslatunk arra nézvést, hogy mivel egy jó gimnáziumunk és szakközépiskolánk, és egy jó szakiskolánk van, ahol szintén van szakközépiskolai képzés, ezeknek az átgondolásával Nagyatádon egy potenciálisan erős gimnáziumi típusú iskolát és egy másik, a szakirányt vívő iskolát lehetne létrehozni és működtetni. Még annyit hozzáteszek mindehhez, hogy a mostani helyzet, ami kialakult, ahogy említettem, igazából indokolatlan, nem látom legalábbis az indokoltságát,
de az is egyértelmű, hogy mások sem látják. A táblázatot, ha megnézitek, akkor abból egyértelműen kiderül, hogy Somogy megyéből a szakirányú képzést vívő, tisztán szakirányú képzést vívő iskolák kerültek a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a többiek a kliknél maradtak, gimnázium és szakközépiskola, lásd Marcali, és egyedül a Nagyatádi Intézmény került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. De hogyha összefüggésében és országosan nézem meg, akkor is ez látszik. A legsúlyosabb dolog az az, hogy egy ilyen volumenű átalakítás nem önmagáért való. Ennek célja van. Ennek az a célja, amivel kezdtem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a szakképző, szakirányú képzés végző iskolákat irányítsa. A gimnáziumi típusú iskolák pedig a kliknél legyenek, és valóban lehetséges egyedi körülmények és feltételek esetén az, hogy a kettő együtt van, de az a négyes mellékletben szereplő iskolák csoportja tartalmazza. Egyikben sem szerepel a miénk, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Befejezésül pedig ez azt jelenti, amiről utóbb beszéltem, hogy középtávon nem várható, hogy ugyanebben a struktúrában, ezen a helyen ez az iskola így tud működni. Ez a mostani helyzetértékelésem, amit én el tudok a képviselőtestületnek mondani. Minden információt és érvet szívesen veszek, azonban az a felelősség, hogy mi nagyatádiak vagyunk, ezek nagyatádi intézmények, ez a felelősség arra késztet, hogy minden más szempontot félretéve erről a témáról így, és teljes őszinteséggel és világosan beszéljünk, mert ha nem tesszük meg, akkor rajtunk marad a felelősség, hogy miért nem szóltunk. Én most elmondtam a véleményemet, szóltam, ez nem jó irányba viszi a nagyatádi középfokú képzést. Ez az én személyes véleményem, de azért mondtam ilyen részletesen el, hogy világos legyen mindenki előtt, hogy itt azért sok-sok tényezőnek a mérlegelése után alakult ki ez a vélemény, amit elmondtam. Szeretném, ha megvitatnánk ezt a kérdést, mert ez a közös felelősségünk, és nyilvánvalóan senki nem vitathatja el azt tőlünk, hogy ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozzunk, és különösen most, amikor az eddigiektől eltérően egyértelműen látszik az iránya ennek a változtatásnak. Ezeket szerettem volna előjáróban elmondani. Van még néhány dolog, amit magammal hoztam, de nyilván itt a vitában erre majd még sor kerülhet. Tessék, kérdések. Nincs kérdés. Igen. Az is intézményvezető. Tehát akkor a... De hát akkor javaslom. Persze. De jelentkezett csak azért. Természetesen. Tehát javaslod, hogy hallgassuk meg dr. Bütnerné Bódi Ágnest, a intézmény igazgatóját. Hallgassuk meg, szavazzunk róla. Igen. Kilenc igen szavazattal egy hangon elfogadott. Tessék, igazgatónő. Üdvözlöm az igazgatónőt az ülésünkön. Tessék, parancsolj! Tisztelt képviselőtestület, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok egy olyan témában, amely az intézményünket érinti, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam a napirendi pontról, és hogy most körülbelül fél órával vagy órával ezelőtt kaptam információt arról, hogy az iskolának az NGM fenntartásába történő átvételéről a képviselőtest vitát kezdeményez. Tegnap előtt bizottsági ülés volt, a bizottsági ülés programjában sem szerepelt. A bizottsági ülésen
úgy tudom, hogy elhangzott napirenden kívül az intézmény más fenntartás alá történő átvétele, és a személyemet is ezzel kapcsolatban bizonyos bírálatok érték a polgármester úr részéről. A polgármester úr bevezetőjére szeretnék reflektálni néhány megállapításával kapcsolatban. A polgármester úr azt kezdte a kifejtésében, hogy a fenntartók szabályozása történik. Szeretnék jelezni arra, hogy amikor az önkormányzatoktól az állam a klik fenntartásába átvette az intézményeket, ezzel az intézmények állami finanszírozás alá kerültek, egy központi finanszírozás alá kerültek, és a kormányzat nem véletlenül foglalkozott az elmúlt két évben a szakképzés új fenntartó alá történő átvételében, mégpedig azért, mert ennek az átszervezésnek a szakképzés volt a legnagyobb vesztese. Nagyatádon az elmúlt 40 év óta gyakorlatilag a gimnázium és szakközépiskolaként működik. Eleinte gimnáziumi osztályok mellett az egészségügyi szakképzés, majd pedig 16 év óta megjelentek új szakmák, amelyek mindig a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakképesítést adták a tanulóknak. A polgármester úr besorolásról beszél, holott itt egyszerűen csak a melléklet 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számú mellékletekben sorolja fel a különböző intézményeket. Az egyes mellékletben szerepel a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerül. Szeretnék részletesen kitérni arra, tekintettel arra, hogy nekem is kellett többféle indoklást készíteni az átalakítással kapcsolatban, és ebben a tekintetben én azt az indoklást adtam, hogy az intézmény lehetőség szerint maradjon egybe, hiszen az elmúlt 16 év tanúsítja azt, hogy az intézmény így életképes. Az intézmény épületének a felújítása is erre az 550 fős és legalább 4 párhuzamos osztályt iskolázó évfolyamokra épül. Azon kívül pedig egy olyan kisvárosi modell, ahol a gimnázium és a szakközépiskola a következő évtől szakgimnázium szinergikusan tudja szakmailag egymást erősíteni, mint ahogy erősítette is azt az elmúlt 15 év során. Az egymást erősítés sok tekintetben megjelent. Én a múlt alkalommal beszéltem már arról, hogy a gimnázium gyakorlatilag az eszközparkját a szakképzésnek köszönheti, hiszen szakképzési hozzájárulásokból és a szakképzés számára biztosított pályázatokból tudtuk biztosítani a különböző IKT eszközöket és az IKT eszközökhöz tartozó egyéb infrastruktúrát. Erősítette az iskolánk informatikai képzését, és erre bizonyíték az informatika érettségiknek a száma és az emelt és a középszintű érettségiknek a jó eredménye és magas színvonala, hogy egy olyan iskolában, ahol informatikai szakképzés van, ott az informatikai közismereti képzésre a gimnáziumban nagyon pozitív hatással van ez a képzés. Erősítette egymást nevelési tekintetben, akár a művészeti, akár az értékek, az erkölcsi értékek nevelésben, akár a közismereti tartárgya kölcsönös egymása hatásában, de abban a tekintetben is, hogy a gimnáziumi tanulók megismerkedhettek egy műszaki kultúrával. Ezt az indoklást a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy tűnik, hogy elfogadta, hiszen nem csak a Nagyatád az egyetlen ilyen intézmény, ahol gimnázium és szakközépiskola,
mint kisvárosi modell szerepel, hanem más intézmények is szerepelnek ebben az első mellékletben ilyen típusú intézményekként. Amely intézmények a klik fenntartásában maradtak, ott a polgármester úr nem láthatja, hiszen nem részletezi a kormányrendelet, hogy miért maradtak a klik fenntartásában ezek az intézmények, mert ott esetleg a szakképzésnek a kivezetéséről van szó. Mindjárt egy markáns példát tudok mondani, a Marcali Gimnázium és Szakközépiskola még szakközépiskolaként működik, ugyanis 7 kimenő tanulója van szakközépiskolában, tehát az egy tiszta típusú gimnázium marad a Marcali Gimnázium, tehát okafogyottá válik az, hogy ott szakképzés maradjon. És számtalan ilyen, számos ilyen intézmény van ebben a sorban, ahol gimnáziumok és szakközépiskolák a klik fenntartásában maradtak, azért, mert eldönthető ott, hogy a gimnázium élvezi a prioritást, és esetleg más szakképző intézménybe kivezetik a szakképző osztályokat, vagy szakközépiskolai osztályokat. Tehát a kormányrendeletből nem derül ki ezeknek a jövőben várható átvezetéseknek a részlete. A nagyatádi gimnázium és szakközépiskola esetében nincs ilyen megjegyzés, tehát a nagyatádi gimnázium és szakközépiskola, ahogy az elmúlt 40 év során működött, ugyanígy szándékozik a Nemzetgazdasági Minisztérium a továbbiakban is működtetni. Tehát minden képzési típusa, a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés is így fennmarad, mindaddig, amíg nyilván van erre jelentkező tanuló. A gimnázium pedagógiai programja, a tantestület sem, és az iskola vezetése sem szándékozik a képzési profilt megváltoztatni, hiszen nagy hagyománya van, 62 éves hagyománya van Nagyatádon a gimnáziumi képzésnek. Érdekes, hogy az elmúlt 16 év alatt, mióta igazgató vagyok, eddig ezt a képzési struktúrát nem érte semmiféle vita. Én azt gondolom, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában, tekintettel arra, hogy a képzési szerkezet nem sérül és nem sérülhet, remélhetően, hogy a szakképzés jelentősebb finanszírozási, várható finanszírozási javítása miatt még kedvezőbb helyzetbe kerül az intézményünk. Ezért szeretném elosztatni a képviselőtestület valamennyi tagjának azt a kételyét, amit a polgármester úr bevezetőjében elmondott, hogy semmiféle ok nincs arra, hogy ez az intézmény a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában új irányt vegyen. Tehát még egyszer hangsúlyozni kívánom, mind a gimnáziumi képzés, mind pedig a szakközépiskolai képzés, mint kisvárosi modell a jövőben fent marad. Éppen ezért nem tudom elfogadni a polgármester úrnak azt az állítását, hogy nem látja biztosítva a jövőben az iskolánk hosszú távú működését. Sőt, én azt szeretném kérni, hogy erre a kérdésre kerüljön pont, nyugvópont, mert nyilvánvaló, hogy a szülőket és a tanulókat is elbizonytalaníthatja az e fajta kommunikáció. Én azt láttam, mint ahogy az elmúlt 15 év bizonyította, hogy a szakképzésben levő támogatások és a pénzösszegek, azok nagymértékben támogatták a gimnáziumi képzés infrastruktúráját. Gyakorlatilag az iskola, az önkormányzat támogatása nélkül, amikor az intézmény a város fenntartásában működött, gyakorlatilag semmi plusz támogatást nem kapott eszközök beszerzésére. Nem kaptuk meg a megfelelő álláshelyszámokat, nem kaptuk meg a csoportbontásokhoz szükséges plusz pénzeszközöket, míg most rendelkezésre állnak ezek az eszközök, és ugyanezzel a létszámmal, és ugyanezzel a
pénzügyi háttérrel, amivel most a Klikben rendelkezik az intézmény, ugyanezzel a pénzügyi struktúrával kerül átvételre. Köszönöm szépen. Igen, kérdésetek? Nekünk? Igen, persze, kérdés, igen, bárkinek. Sasári Tamás. Azt szeretném kérdezni, hogy a következő tanévtől, a 2016-17-es tanévtől fog-e indulni általános gimnáziumi képzés a Mehetári Ady Endre gimnáziumban, tehát a hagyományos, mostani nem szakgimnáziumi és szakirányú gimnáziumi, hanem általános gimnáziumi képzés. Mindössze 4 tanulót utasítottunk el a jelentkezése alapján, illetve a tanulmányi eredménye alapján, mert olyan gyenge volt a tanulmányi eredménye, hogy úgy látjuk, hogy nem alkalmas arra, hogy gimnáziumi tanulmányokat folytasson, és ezen kívül pedig indul egy 6-osztályos gimnáziumi osztály 29 fővel. Van-e még kérdés? Ugye, igen, Rudas László. Hogy világos legyen, bocsánat, azt megtudhatnánk, hogy milyen a jövő évi struktúra, tehát szeptemberben hány osztály, milyen létszámmal indul? Két gimnáziumi osztály indul mindenütt, tettem egy 6-osztályos gimnázium osztály 29 fővel. Jelenleg, akit felvettünk, nyilván a beiratkozáskor dől el 23 fős a 4-osztályos gimnáziumi osztály, 29 fős a műszaki szakközépiskolai osztály, és 24 fős pillanatnyilag az egészségügyi számviteli pénzügyi osztály. Tehát két gimnáziumi és két szakközépiskolai osztály. Igen, Rudas László. Ez most alakult ki, vagy ez a struktúra ilyen volt a korábbi években? Ez ilyen volt az elmúlt években. Ez a kettő-kettő volt? Igen, hát, vagy kettő-kettő volt, vagy 3-1 volt, vagy 3-2 vagy volt, tehát változott. Jó, köszönöm. Simonovics Józsefné. Én továbbra se értem, ha ez így van, ahogy az igazgatónő elmondta, hogy akkor ez miért nem így jelenik meg, miért nem a 4-es kategóriában van, illetve ott, ahol gimnáziumi képzés is, illetve tehát a Klikhez is tartoznak, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Miért nem osztott? Miért az elsőbe, ami az egész a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz? És én a Tamás kérdésén tovább mennék, hogy nem a 2015-2016, hanem a 2016-2017 évben indul-e általános gimnáziumi képzés? De nem, 15-re, most arra válaszolt a tiédre. Képviselők részéről világosan elmondtam, hogy mint gimnáziumi és szakgimnáziumi kisvárosi modellt tartja a Balmazújvárosi, a Nagyatádi és még jó néhány intézményt az NGM olyan struktúrában, ahol nincs külön gimnázium Barcson, a Drávavölgye szakközépiskolából ki kell vezetni a 6-osztályos gimnáziumot, mert van gimnázium. Nagyatádon nincs külön gimnázium. Tehát éppen ezért nem választható le a kettő egymástól. Szeretném elmondani azt, hogy ahol, és nincs besorolás, tehát 4 melléklet van, 4 mellékletben jelzi a kormányrendelet a különböző intézmények fenntartó váltását. Nincs besorolás. Tehát az, hogy Klik és NGM fenntartásában van intézmény, annak nyilvánvaló, hogy a jövőben eldöntendő, hogy ott a Klik, vagy majd az NGM lesz-e a fenntartója. Mert ott esetleg van olyan intézmény, ahova kivezetődhet akár a gimnáziumi, vagy általános iskolai, mert van olyan intézmény, ahol általános iskola és szakmunkásképzőről van szó. Tehát ahol kivezetődik a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában levő intézménybe, vagy kivezetődik a Klik fenntartásában levő intézménybe. Én nem látok ebben
ebben a tekintetben semmi negatívat, sőt én nagyon nagy előnynek látom, hogy az intézményünk tekintetében nem történik megosztás, azért mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen megosztás az komoly átszervezést és komoly feszültségeket jelenthet. Én azt gondolom, hogy pontosan előny az, hogy az intézmény ugottan tudta továbbiakban dolgozni. Sasári Tamás. Na, akkor még egyszer nekifutok. A köznevelési törvény változása értelmében ugye úgy tudjuk, és ez van leírva, hogy az MGM-hez kerülő intézményeknél a gimnáziumi oktatás megszűnik, és szakgimnáziumi képzés fog megvalósulni. Szakgimnáziumi képzés. A szakgimnáziumi képzés pedig nem más, mint a régi szakképzőiskola, vagy szakközépiskolának az új neve. Most akkor a kérdésem az egyértelműen, hogy az Adjende gimnázium 2016-17-től szakgimnázium lesz, vagy sem? Szeretném, hogy az alkalmester úr felolvasná a köznevelési törvénynek azt a passzusát, amelyre erről szól. Én meg szeretném, hogyha ön felolvasná, amelyik nem erről szól. Minden erről szól. Minden. Az legyen olyan szíves felolvasni, tehát... Az összes híradás, az összes újságcikk, az összes rendelet, minden nyilatkozó politikus és szakember erről beszél. Mindenki azt mondja, hogy az NGM-hez kerülő intézmények szakgimnáziummal alakulnak át, azaz nevet váltanak, az eddigi szakközép, vagy mi az Isten? Gimnázium. Szakközépiskolában, vagy minek mi hívják, szakgimnázium lesz szakközépiskolában. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a képviselőtestület forduljon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és kérjen állásfoglalást a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola további képzési struktúrájával kapcsolatban, hogyha a képviselő úr nem tudja azt a passzust idézni, amely a köznevelési törvénynek a hivatkozott részére, mert hogy én ilyet nem ismerek egyébként. Nem hiszem, hogy az újságcikkeknek a kommunikációjával, hanem magával a rendelettel kell foglalkozni, azon kívül pedig azzal, ahogy a fenntartóváltás kapcsán az EMMI és a Nemzetgazdasági Minisztérium, tehát az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nagyatádi Intézmény további képzési struktúrájáról megállapodott. Én úgy tudom, hogy ebben a tekintetben nincs változás a képzést. Tehát nincs ott, hogy kivezetésre kerülne a gimnáziumi osztály. Tehát gimnázium és szakgimnázium együttes fenntartásáról van szó a továbbiakban és megmaradásáról. Ez egy teljesen új információ. Hát, hogyha együttes fenntartás, miért nem a négyes csoportban van? Azért kérdezem. Nagyatádon nincs olyan intézmény, ahova bármelyiket is a jövőben ki szeretnék vezetni. A negyedik mellékletben olyan intézmények vannak, amelyeknek a jövőbeni sorsa még nem dőlt el. Tehát a nagyatádi intézménynek eldőlt a sorsa ebben a tekintetben, a gimnázium és szakgimnázium a továbbiakban is így maradt fenn. Kérem szépen, hogy... Kérjen a Nemzetgazdasági Minisztériumtól állásfoglalást, illetve információt a képviselőtestület ebben a tekintetben, és azt gondolom, hogy ez a vita utána okafogyottá válik. És nagyon szépen kérek mindenkit, hogy az iskolával kapcsolatos bizonytalanságokat ne tartsák fenn, mert nem tesz jót az intézménynek. Köszönjük a figyelemfelhívást. Azért mielőtt tovább folytatnánk, az igazgatónő az információk visszatartásával okozott és okoz bizonytalanságot az elmúlt hónapok során. Ha valaki, akkor az igazgatónő okozott bizonytalanságot. Tehát ugye ne felejtsük el azt, és ezt nagyon fontos körülménynek tartom, hogy az igazgatónő az, aki személyesen részt vett
ennek a fenntartó váltásnak az országos előkészítésében. Nyilvánvalóan, hogy ő az, akinek a legtöbb információja van ezekről a dolgokról, és aki személyesen tudta befolyásolni azt, hogy a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola hova kerüljön. Hát azért ezt a körülményt ne felejtsük el. Ezt vegyük figyelembe akkor, amikor szeretnénk megtudni, hogy mi történik velünk. Igazgatónő, velünk mi történik, ezt szeretnénk megtudni. És ezt senki nem vitathatja el tőlünk, hogy ezt megtudjuk. Meg fogjuk kérdezni nyilvánvalóan az illetékes minisztériumi helyeket, hogy miről is van szó itt tulajdonképpen. Pontosan arról van szó, amit elmondott az igazgatónő. Pontosan erről van szó. Hát tudunk olvasni. Van egy olyan szabály, ami világosan megmondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium szakirányú képzésű intézményeket kíván fenntartani. Ez a cél. Ugye ezt nem vonja senki kétségbe. Ezért, ha igaz a kliknél maradó gimnázium és szakközépiskola típusú intézményekre, hogy ki akarják onnét vezetni a szakképzést, kettes számú melléklet, kettes számú besorolás, akkor ugyanez igaz az egyes számú mellékletben lévő a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerülő iskolákra. A logika ezt mondatja. Azt a momentumot nem látjuk, és az igazgatónő azért jött most ide, hogy talán megosztja velünk azt a plusz információját, hogy van egy külön megállapodás, hogy az egész nem igaz, nem így van, mert a Nemzetgazdasági Minisztérium szívesen működtet, tart fönn és irányít vegyes típusú iskolákat hosszú távon. Erre a kérdésre nem kaptunk választ, és most sem kapunk választ rá, mert a logika ezt diktálja. És igenis a négyes csoportban, négyes számú mellékletben azok az intézmények vannak, ahol lehetséges ez az együtt történő működés hosszú távon is. Ennek a kormányrendeletnek ez az olvasata. Ezt nem lehet másképpen értelmezni, azért van ez a négy csoport, ránk nézve érvényesen ugye három csoport kialakítva. Hát ezt azért ne vitassa el tőlünk senki, hogy ezt tudjuk értelmezni. Az egy más kérdés, de én ezt kétlem, most a személyes véleményemet mondom, hogy szubjektív elemekkel megoldott besorolása a mi iskolánknak tartós lehet. És ott biztonságos helyen van az iskola. Nekem ez a véleményem. Tehát azért ne gondoljuk azt, hogy egy nagy rendszer, több száz iskoláról, egy nagy rendszer hivatalos dokumentum nélkül elbírja a különlegeset, az egyedit. Ha ezt látjuk, akkor megnyugszunk. Én ezt nem látom. Tessék megmutatni azokat a megállapodásokat, amelyek arról szólnak, és nem csak valaki mondta, le van írva, esetleg még kormányrendelet is van róla, hogy ez így van, és biztonságos. Tehát a logika, a józan ész az ezt diktálja, és ezt mondja, amit én most itt ismertettem. És erről beszéljünk, mert erről van ma szó. Ez a tény, ez az igazi dolog, és egyébként pedig ezek a dokumentumok semmilyen olyat nem mutatnak meg, és nem látjuk annak a megoldását, hogy lehetne ezek a kisvárosi modell, hol van ez rögzítve, hol van ez eldöntve, hol van ez precízen dokumentálva. Tehát mi arra, hogy tulajdonképpen hát jó lenne egy ilyen kisvárosi modell, meg lehet, hogy lesz egy ilyen, meg beszéltünk róla, erre nem tudunk, én nem tudok legalábbis igent mondani, addig, amíg ezt nem látom, és most nem látom. És azért javaslom azt a képviselőtestületnek, hogy azt az álláspontot képviseljük, hogy számunkra ez nem elfogadható, mert nem jelent garanciát mindarra, amit 3 hónapja folyamatosan mondunk. És igen, akkor erre a megkeresésünkre, ha majd megküldi a Nemzetgazdasági Minisztérium azt a dokumentumot, azt a hivatalos értesítést, hogy itt rendben van ez a dolog, akkor fogom én azt mondani, hogy rendben van, nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. És azért vártam idáig, két dologra vártam. A beiskolázás lezárultára vártam, és erre a dokumentumra,
És ez egy meglepetés volt, mert az igazgatónő is folyamatosan arról beszélt, hogy majd virtuális szétválasztás, de egyébként pedig minden marad a régiben, ehelyett egy nemzetgazdasági minisztériumhoz történő besorolást látunk. Megtoldva a kollégiummal, ami zárójel, mert az egy teljesen más kérdés. Itt a fő kérdés a Nagyatádi Ady Endre gimnázium és szakközépiskola. És erre, amit itt az utolsó pár mondatban mondtam, erre kérünk választ. Legyen szíves az igazgatónő, segítsen abba, hogy erre kapjunk hivatalos választ. Tessék, parancsoljon. Tekintettel arra, hogy én egy munkacsoportnak a tagja vagyok, és mint intézményvezető kerültem megszólításra egyénileg, egyedi esetekben sok más igazgatótársamhoz hasonlóan Pécset a három államtitkár által történő meghallgatáskor, amikor kifejthette minden intézményvezető az intézménnyel kapcsolatos álláspontját, hogy a fenntartás tekintetében mi az, ami előnyös, mi az, ami hátrányos lehet, hogyan osztható meg az intézmény, akár fizikailag, akár virtuálisan. Ezután a meghallgatás után történt a döntés. A polgármester úr állandóan információkat kért tőlem. Én nem szolgálhattam információkkal, én egy munkacsoportnak a tagja voltam, amely munkacsoport előkészítette az átvételnek, illetve a fenntartóváltásnak a folyamatát, és ahhoz információkat és adatokat szolgáltattunk, és szakmai véleményeket gyűjtöttek tőlünk. Amennyiben a polgármester úr ezzel a szubjektív megjegyzéssel arra kíván utalni, hogy ez az én szubjektív megállapításom, akkor ugyanúgy a polgármester úrnak is ez a szubjektív megállapítása, hogy az iskola ezzel rossz pozícióba kerül. Úgyhogy nem hiszem, hogy ezen érdemes vitatkozni, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium megküldi a képviselőtestület kérésére az iskola jövőbeni képzési struktúráját és feladatkörét. Én azt gondolom, hogy egy polgármester vagy egy képviselőtestület megkeresésére nem kérdés a válasz. Én a KLIK és az NGM által létrehozott közös munkacsoportnak a tagja vagyok, amelynek a megbízatása július 1-jével nyilvánvalóan lejár. Az, hogy a polgármester úr rajtam kéri számon az információkat, nem voltam soha abban a helyzetben, hogy az előkészítő munkálatok bizonytalanságait tekintve bármilyen információval szolgálhassa. Ami pedig a múltkori képviselőtestület előtti meghallgatásomat illeti, akkor éppen abban a stádiumban voltak a megbeszélések, utána került sor az intézményvezetők meghallgatására, és utána került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrás Minisztériuma közötti közös megállapodásra, amely nem az én szubjektív megközelítésemnek az eredménye, hanem nyilvánvaló sokféle szempontot figyelembe vett mind a két fél ebben a tekintetben. Szeretném jelezni, hogy jelentős népességcsökkenés van a térségben, és nagyon sok intézmény, középfokú intézmény, és nem véletlen, hogy a mi intézményünk, azt remélem, hogy nem véletlen, hogy a mi intézményünk, mint kisvárosi modell került be, ahol egy gimnázium és szakgimnázium együttműködhet, mert így életképes, és azt gondolom, hogy felesleges beruházás lenne akár egy újabb gimnáziumot, akár pedig egy újabb szakközépiskolát építeni, amikor erre a célra felújítással ugye elkészült 2008-ban az iskola épülete. Ezzel kapcsolatban ennyit szeretnék válaszolni, és remélem, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak megírt levél után megjön a megnyugtató válasz. Köszönöm. Igen, van-e kérdésetek? Nincs hozzászólás? Nincs? Van egy határozati javaslatunk. Boros Bálint. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy a határozati javaslat mellett, hogy ne foglaljuk-e azt is írásba, hogy megkérdezzük ezt a minisztériumtól. Persze. Ezt a harmadikat. Nem, azt, hogy mi a távlati, hát, a kisvárosi modell. Persze, te benne van ez. Második pont. Mondjad? Második pont.
Ja, jó, értem. Végül, mielőtt szavaznánk, tehát mivel egy jó iskolánk van, egy jó középiskolánk van, gimnázium és szakközépiskola, benne dominánsan gimnázium, ezért én azt gondolom, és az a véleményem, hogy ennek hosszú távon is működnie kell. Biztos vagyok abban, hogy ezt a célt szolgálja és segíti a mostani képviselőtestületi tárgyalása ennek a témának, az álláspontunknak a kialakítása és eljuttatása a döntéshozókhoz. Én nagyon fontosnak tartom ezt, és köszönöm a képviselőtestületnek azt a bizalmát, hogy napirendre vette ezt a témát és ezt a kérdéskört. Sasvári Tamás. Csak egy gondolatot tennék hozzá a határozati javaslathoz. Ugye itt alapesetben a gimnáziumról beszélünk, mint átalakítandó vagy átalakított intézményről, mert mindegy, hogy mit mondunk, a mai ismereteink alapján ebből szakgimnázium lesz. Itt a kollégiumról is szó van, és azt semmiképpen nem tudom elfogadni, hogy a kollégium átkerüljön az NGM fennhatósága alá, és kikerüljön Neheltátváros működtetéséből. Tehát az pedig végképp elfogadhatatlan számomra. Igen, köszönöm, de a határozati javaslatban ez is bent van. Ezért mondom, jó, hogy nem csak a gimnáziumról beszélünk. Tehát azzal sem értünk egyet, hogy átkerüljön az NGM-hez. Határozati javaslatról szavazzunk.